Sziasztok, online teremtők! Megpróbálom Lacit megmenteni, mert ugye UPC interneten próbálta, aztán én nekem van egy nagyon erős netem, remélem, hogy ez bírja ezt a gyűrűdést, és még a vírus sem fog tudni leállítani, úgyhogy megnézem, hogy jöttök-e be, közben itt állítgatok. Beszéltem reggel Lacival, és egy nagyon jó tréninget állított össze nektek, tehát jó lenne, hogyha azt meg tudnátok majd hallgatni, de megpróbálom rábeszélni Lacit, hogy esetleg egy videót készítsen, és azt töltse föl, mert ahogy én beszéltem Lacival, nagyon-nagyon tartalmas, és nagyon jó lenne, hogyha ezt tudnátok, vagy hallanátok, ugyanis nagyon jó tapasztalata van online marketing részen, és Laci is most benne van egy nagyon jó projektbe, ami főleg a kommunikációról szól, hogy hogyan tudja gyorsan elvinni az információt az embereknek, és ezt szerette volna nektek átadni ilyen lépésről lépésre, és hát ugye a Lacit ismerve, ezt meg fogja csinálni a videóban, aztán föl fogja tölteni, tehát én rábeszélem Lacit majd erre. De, hogy ez a reggel most ne menjen el csak úgy, hogy tréning nélkül, én szeretnék egy pár szót szólni hozzátok egy picit, és nem bátorítani akarlak benneteket, hanem egyszerűen egy törvényre szeretném fölhívni a figyelmeteket, ami arról szól, hogy nincsen csak rossz vagy csak jó, hanem vannak dolgok, amik ha ügyesen csinálja az ember, akkor meg tudja lovagolni. Na most, ha ezt a dolgot, ami most történik velünk, és ez most tényleg egy ilyen világméretű történés, ezt vagy úgy fogjuk fel, hogy jó, elkeserítünk, aztán na most, aztán most mi lesz, és tényleg világvége van, vagy pedig azt mondjuk, hogy jó, most ez van, mire tudjuk ezt használni, és hogyan tudjuk ezt meglovagolni. És szerintem, hogyha ezt most úgy komolyan vesszük tényleg, akkor ezt most nagyon jól meg tudjuk lovagolni. Következő a dolog. Mi történhet most az elkövetkezendő időkben? Az biztos, hogy egy-két hónapos karantén még mindig van lesz. Tehát nagy csodának kell történni ahhoz, hogy most így hirtelen minden megszűnjön. Bár én kicsit optimista vagyok, hogyha bejön ez a nagy hirtelen kánikula, akkor lehet, hogy így fölgyorsulnának az események, de a franc tudja. De amit most tudunk csinálni az, hogy megtanuljuk azt az otthon végezhető munkát minél hamarabb, hogy ha bármi is történne, akár ezt tudod csinálni utána. Ha mondjuk a karanténnek is ugye lejár az ideje. Én kitettem egy olyan posztot a Facebookra, hogy lesz egy mellékhatása ennek, sokan megtanulják az online marketinget, az online kommunikációt, és lehet, hogy nem fognak visszamenni dolgozni a saját rabszolga munkahelyükre, hanem kialakítják a saját kis vállalkozásukat. Mert több olyan megkeresést kaptam, ahol azt mondták, hogy figyelj, hát ez tényleg, hogy tulajdonképpen megtanulja az ember, mi a francnak csináljam azt a munkát, amit meg egyébként nem szeretek. Hát el kell gondolkozni. Az biztos, hogy nem kell túlbonyolítani a dolgokat. Tehát aki azt mondja, hogy na most akkor online marketingre adom a fejemet, arra kérlek benneteket, hogy ne gondoljatok ilyen nagyon nagy, misztifikus, nem tudom milyen elsajátíthatatlan dologra. Még azt is mondanám, hogy felejtsetek el mindent, amit eddig úgy gondoltatok az online marketingről. Még magát az online marketing szót is felejtsétek el. Egyszerűen és nagyszerűen azt úgy kell csinálni, hogy van neked egy információd, ami eladható. Tehát van egy olyan info a kezedbe, ami eladható. Na most, hogyha nincs olyan info a kezedbe, akkor keress olyan infót. Tehát az első lépés, és most arra kell benneteket, hogy hozzatok már papírcellózát, és akkor elmondok egy pár olyan lépést, amit én most csinálnék, ha ezt nem csinálnám már évek óta, én most biztos, hogy ezt így ebben a lépésben csinálnám meg. Oké? Akkor játszunk egy ilyet, hogy papírcellózát, és mondom a lépéseket, és próbáltok csinálni, meg megmutatni a barátaitoknak, hogy ezt ingyen és bérmentve el lehet kezdeni. Tehát egy nagy ördöngös dolog. Oké? Az első az, rendelkezned kell egy olyan információval, ami eladható. Mi ez az információ? Az az információ, amihez te értesz. Az az információ, ami megoldást nyújt más embereknek. Az az információ, ami neked adott megoldást, és azt kell megmutatni az embereknek. Tehát ami neked adott megoldást.
Minden ember ért valamihez. Mindenki ért valamihez. Csak az a baj, hogy az emberek ugye elmennek munkahelyekre dolgozni, és az emberek 90%-a nem azt csinálja, amit igazán szeretne, hanem mert ez a, van, ez a munkahely van, most ebből van pénz, és akkor kész. De igazán ez egy hatalmas csapda, mert az a munkahely, amit az emberek csak azért csinálnak, hogy legyen pénzük, az mindig keserűséget fog okozni. Mindig keserűséget, és folyamatosan azt számolja az ember, hogy mikor mehet haza, mikor van ebédidő, blablabla, nem akarok erre sokat mondani. Írjatok ide kommentbe, hogy így van ez. Így van ez, vagy így tapasztaltátok el, ugye nem 5-6 évesek vagytok már, hanem már sokan elmúltatok 50 is, mint én. De az biztos, hogyha van egy olyan info a kezedbe, ami megoldást nyújt az embereknek, azt megveszik. Azt biztos, hogy megveszik, csak idő kérdése. Én azért szeretem az úgynevezett programokat, ilyen érezd magad jó program, egészségfejlesztés programokat, mert ez minden embernek kell. Minden olyan embernek, aki sokáig akar élni egészségben. De én azért választottam. De most, ha neked ez nem tetszik, ha te azt mondod, hogy hülyeség az egészség, meg nem érdemes vele foglalkozni, én elfogadom, csak keresd magadnak olyan dolgot, ami megoldást nyújt embereknek. Például, csak mondok egy példát, nekem nagyon tetszenek ezek a mobilházas megoldások. Sok ember keres lakást, de nem akar igazán lekötelezni mondjuk egy ház fele, hanem inkább ilyen mobil házat venne, vagy lakóautót, vagy lakókocsit, vagy mit tudom én, van most egy ilyen réteg, hogy bármikor ugye mozgítható legyen a dolog, na most emberek ezt észrevették, és elkezdtek ilyen mobil házakat, vagy lakóautókat, lakókocsikat, meg különböző kategóriába gyártani és kiszolgálni az embereket. Nagyon-nagyon érdekes dolog. Ez csak egy példa, hogyha te valamivel rendelkezel, nézd meg, hogy te mihez értesz, akkor most ezt meg tudod lovagolni. Mondok egy másik példát. Ha te tudsz mondjuk jó menüket gyártani, tehát ilyen kaját, akkor nagyon sok embernek tudsz most segíteni, hogy akár otthon főzöl. Én most például nekem nem lenne melom, akkor azt csinálnám, hogy ellátnám itt a környezetet nagyon jó menükkel. Mondhatod, hogy jaj, milyen engedélyek meg ízik kell hozzá. Könyörgöm. Csak egy kis ötlet, és akkor minden megvan hozzá. El tudsz adni ételt is. Vagy ha az a problémád, hogy mondjuk ez csak egy ötlet nálad, akkor szövetkezz egy olyan barátoddal, akinek mondjuk vendéglője van. És ott már megfőzik a kaját, tehát értitek? Tehát most csak így jönnek a folderek a fejembe, de biztos, hogyha most te elkezdesz gondolkozni, akkor rájössz arra, hogy te jó így, mennyi olyan ötlet lenne, ami a fejedben van, csak meg kell valósítani online. És az online megvalósítás nem másról szól, csak arról, hogy az adott információt megismerteted az emberekkel. Megismerteted az emberekkel. És ez a második lépés tulajdonképpen. Oké, megvan a jó információ, amit el szeretnél adni, a második meg kell ismertetni emberekkel. Hogyan lehet ezt szerintetek megismertetni? Hát úgy, hogy ha az online-t veszed alapul is mondjuk a Facebookot, vagy bármelyik közösségi oldalt, elkezdesz beszélgetni arról, amihez te értesz, vagy amire te megoldást találtál. Beszélgetni. Én azért, elnézést, azért találtam jó dolognak az online marketingen belül a talk show marketinget, ezt a beszélgetős marketinget, mert amikor én kereső fázisban voltam, így ültem a tévé előtt, emlékszem olyan hajnali 3 órakor, internet, meg ízés, baromira el voltam keserődve, de kereső fázisban voltam, és egyszer csak így rákattintottam egy videóra, és a videón egy fickó, egy szakállas fickó elkezdett beszélni az ő problémájáról, ami ugyanolyan volt, mint az enyém.
Szó szerint azt éreztem, hogy az ő nekem beszél. Csak az ő problémájáról beszélt, és az megoldásról. De jó Isten, mondom, ennyire egyszerű lenne. És akkor elkezdtem ezt alkalmazni, nagyon sokat megnéztem ezt a videót, meg annak a fickónak a videóit, és egyszerűen ugyanazokat a lépéseket elkezdtem csinálni, és ugyanúgy jöttek az eredmények. Tehát itt van a kutyálás, vagy sokan azt hiszik, hogy most, mit tudom én, nagyon jó technika kell ahhoz, hogy itt online marketer legyen valaki. Hú, most micsoda csili-bili weboldal kell hozzá, hogy azottan már milyen jó dolgokat fog csinálni. Na, meg az a szuper, hogy majd hírlevelekbe, ez egy dolog, ez egy technika. Elárulom nektek, ugye nekem is vannak oktató videóim, weboldal készítésről, hírlevelekről, stb. De én most jelen pillanatban nem használok weboldalt a mostani üzletünkre. Tehát arra a specifikus mostani Érezd Magad Jó programra nem használok weboldalt. Csak talkshow marketinget, csak vevőgondozó marketinget használok, ezt, amit most is láttok, semmi mást. Teljesen leegyszerűsítettem. Lehet, hogy majd ezeket a videókat, amik egyszer már rögzítve vannak, egy videó weboldalba beteszem, és akkor ilyen sorozatokat csinálok, de most nem látom annak nagy szükségét rám vonatkoztatva, hangsúlyozom. Lehet, hogy te hallasz nem sokára egy olyan előadást, ahol mondjuk ilyen videó weboldallal tudsz dolgozni. De ott is el kell látni tartalommal. Tehát videókat érdemes készíteni a saját gondolataidról, a saját megoldásaidról. Ha nem tudsz videót készíteni, nagyon egyszerű, föl kell hívni valamelyik mentort, és beszélgetni velük, és ezeket rögzíteni. Tehát beszélgess a szponzoroddal, a mentoroddal, ki hogy hívja, és beszéljétek meg, hogy te miért csatlakoztál mondjuk ahhoz a céghez, milyen problémád volt, mire adott megoldást, és egy ilyen beszélgetős marketinget, hogyha kitesztek a netre, akkor az emberek mit fognak látni? Azt fogják látni, hogy te nem ajánlgatod a te üzletedet, azt fogják látni, hogy te nem nyomulsz, egyszerűen csak tényeket közlölsz, és ezt mind úgy közlöd, hogy lelkes vagy benne. Megállok egy picit. Nehéz-e ez szerintetek? Nehéz-e ez, hogy beszélgetsz a szponzoroddal arról, hogy miért csatlakoztál az adott üzlethez, ha networker vagy természetesen, mi volt az a momentum, ami miatt csatlakoztál, mi volt az a kereső fázisod, ami miatt csatlakoztál, és milyen lett az eredmény, hogy elkezdted mondjuk az adott terméket fogyasztani, stb. Ebben semmi olyan dolog nincs, hogy most gyógyítás, még sugallat sincs benne, semmi olyan dolog nincs, ami a törvényekkel ütközne, egyszerűen csak jó ízű, mondja a mesterem, hogy egy józan paraszti beszélgetésről van szó. Hangsúlyozom, semmilyen elkapó, semmilyen csili-bili weboldal, semmi hírlevélküldés, meg semmi egyszerű beszélgetés. Ezt a tréninget azért csinálom, és azért teszem nyilvánossá is, hogy akár a mi csoportunkban, vagy akár nem a mi csoportunkban, ezt tudod alkalmazni. Nem sokára olyan történeteket fogtok látni, majd a mi csoportunkon belül is, egyébként meg amúgy is, hogy megáll az eszetek. És hogyha te olyan beszélgetéseket folytatsz, amitől más emberek így leülnek, és úristen, ezt kerestem, tehát ezt a hatást el tudod érni, na akkor fog a te kis csoportod növekedni. Azért mondom, hogy a csoportod, mert mondjuk, tehát nekem az agyam network fejjel gondolkozik. Tehát én mindig oda lyukadok ki, hogy sok ember munkája után a picike kis részesedés a sokkal jobb, mint hogyha én szétgürizném az agyamat napi 24 órába, és kapnék ott valamit. Tehát, hogyha én mondjuk vendéglőt üzemeltetnék, akkor inkább menedzselnék vendéglőket, és kérném tőlük a picike kis jutalékot, mint hogy én saját magam egy vendéglőt ott szórakozzak vele. Jó, az is, csak az limitált dolog. A sok ember után lévő jutalék az viszont nem limitált, az kinyitja a kaput. És most igazán eljött annak az ideje, hogy ilyen network fejjel gondolkozzon az ember. Mert ha van egy jó cég,
amit mondjuk te látsz, és akkor azt mondod, oké, ebbe becsatlakozok, és elkezdem csinálni. Akkor megvan az üzenet, megvan, amit el lehet adni, egyszerűen csak beszélgetni kell róla okosan. Na most hogy kell okosan beszélgetni róla? Mi ezt tanítjuk. Ezért van az, hogy napi szinten folyamatosan csatlakoznak az emberek, és minden további gond nélkül növekszik a csoport. Értitek ezt? Tehát ezt kell lerövidíteni, ezt kell gyakorolni. Oké? Szerintem ez egy olyan információ, ami most, ha tisztába kerül az agyadba, akkor elkezdesz tudni dolgozni úgy, hogy legyen neki eredménye. Oké? Erről nem is akarok most beszélni többet, erről úgyis folyamatosan fogunk infót adni, hanem van egy olyan érdekes dolog, és ez teljesen más dolog, amikor tisztába kell lenni az úgynevezett hullámokkal. A hullámok azok azt jelentik, hogy minden ilyen hullámzásban van mindig folyamatosan ezeken rezgések. És ugyanilyen hullámzásban vannak az üzleti dolgok is, hogy valamikor nagyon jól mennek a dolgok, valamikor meg rosszabbul mennek a dolgok. De mivel hogy elfogadod azt, hogy nincs jó meg rossz, csak van, ezek a hullámok kiegyenlítődnek. És ezért jó sok emberrel dolgozni, mert ők is ugyanúgy érzik ezeket a hullámokat. A kezdeti fázisban nagyon lelkesek az emberek, és nagyon mennek. Aztán van egy ilyen pangószakasz, és utána van egy ilyen leszálló ág. És ezt a leszálló ágat kell beindítani, ez a vevőgondozás egyébként, amit most is csinálok egyébként, hogyha ezt sikerül neked is megcsinálni, vagy mondjuk hozod a tréningekre az embereidet, akkor ez a gyújtópont újra begyullad, és újra felszálló ágba megy a hullám. Na most nincs olyan, hogy mondjuk van a csoportod, és hogy mindenkinek jó menjen. De olyan sincs, hogy mindenkinek rosszul menjen. Hanem ebben a hullámban vannak általában az emberek. Ki ebbe, ki abba. Na most ez azért jó, mert ha te folyamatosan tudod ezeket a hullámokat, és nem ájulsz el attól, hogyha nagyon jól mennek a dolgok, mint például most szerintem az eddigi legjobb hónapunk van, de én nem ájulok el tőle. Tudatosítom, oké, most jó, de ettől még nem szállunk el, mert majd lesz ilyen hullám benne. És ha nagyon-nagyon rosszul mennének a dolgok, akkor meg nem keseredünk el, mert jó, hát most ez a hullám van. Aztán majd szépen vannak ezek a felszálló ágak. Értitek ezt? Tehát lehet, hogy te is most valamilyen folyamatban vagy, vagy egy leszálló ágban, vagy nagyon el vagy szállva magadtól, mert nagyon jól mennek a dolgok, nem tudom. Vagy olyan elkeseredett vagy, hogy őristen, most mi lesz, tudod? Most van. Örülj neki, hogy lyuk van a sejhajon, szépen menni fog fölfele a dolog, hogy rosszul mennek a dolgok. És ez így van, ha hiszitek, ha nem. Nos, ezeket a hullámokat te így tudatosítod, akkor azt mondod, hogy jó, akkor csak teszem a dolgom minden nap, ugye beszélek az emberekkel, követem a lépéseket, járok a tréningekre, benne vagyok a folyamatban, és csinálom a dolgomat. És innentől kezdve lesz olyan embered, akinek nagyon jó fog menni, lesz olyan embered, aki ugye a középhullámban van, lesz olyan, aki nagyon rossz, de hogyha sok emberrel dolgozol, ezek kiegyenlítődnek, és egy folyamatos, nagyon masszív jövedelemben lesz részed. Úgyhogy csak azért hagytam a végére, hogy tisztában legyetek egy kicsit a dolgokkal, erőt adjak nektek, remélem ez sikerült, és a mai nap is ezzel a mentalitással végeztétek a dolgotokat. Úgyhogy Mr. Willy voltam, örültem, hogyha tudtam segíteni, és találkozunk a következő videóban. A teremtő erő legyen veletek!